Folytatódnak a fejlesztések. A normafa téli használatára az eddigieknél sokkal több lehetőség lesz a közeljövőben. Sikeres a kezdeményezés, eddig már 50 civil szervezet csatlakozott a családszervezetek első adventi jótékonysági vásárához. Egyedülálló foglalkozások, 25 éves lett a Zöld Erdő óvoda logopédiai csoportja. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Folytatódik a normafa területének rendbetétele. A fejlesztési tervek szerint a normafa téli használatára az eddigieknél sokkal több lehetőség lesz. Többek között ez hangzott el az Országos Erdészeti Egyesület erdei sportok szakosztály ülésén. Az Anna réten a korábban is szánkópályaként működő részt korszerűsítenék, a síházzal szembeni autóparkoló területét megnövelnék, és nagyobb részen alakítanának ki sétálóutat is. A 70-es évek volt ennek a vidéknek az utolsó fénykora, Olympia Hotel, az akkori pályák, a síugrósánc, a sporthotel létrehozása. Azóta így gyakorlatilag minden csak rozsdásodik és korodál, és szeretnénk egy új fénykort itt megteremteni, és szerintem most esélyünk is van rá, hogy ezt meg tudjuk. Ezzel a személyes vonatkozású gondolatsorral vezette fel Pokorni Zoltán azt az eszmecserét, amely a normafa fejlesztésével kapcsolatban bontakozott ki az Országos Erdészeti Egyesület erdei sportok szakosztályi ülésén. A hegyvidék polgármestere úgy véli, nem véletlen, hogy a normafa sorsa nagyon sok fővárosi lakónak szívügye, és az is érthető, hogy rengeteg érzelem és érdek feszül egymásnak, amikor a fejlesztéséről, használatáról van szó. Pokorni Zoltán szerint az érdekek összehangolása nagyon nemes feladat, de ezzel együtt egyfajta normát is kell mutatni a normafához érkező kirándulóknak, és e tekintetben még vannak kérdések. Egy nagyon használt, túlhasznált terület. Ez a normafa, 2,5 kilométeres korzó, ahova tényleg körömcipőben jönnek fel az emberek, és a kutyájukat megsétáltatják, rétes tesznek, aztán visszamennek a kocsiba és haza. Tehát hogy lesz ebből az, hogy széthúzzuk a használatot, ezt a fajta sűrűséget, túlhasználatot enyhítsük, és lecsábítsuk őket az erdőbe, a tényleges erdőbe. Vagy legalább rávegyük őket, hogy ne a kocsival jöjjenek a hegytetőre föl, hanem gyalog, mondjuk. Hogy meg tudjon, de ez persze az kell, hogy legyen hol megállniuk, lent a hegylábánál legyen út, ha föl tudnak jönni, legyen közben valami attrakció, mert érdemes egyáltalán ezt az utat megejteni. A fejlesztési tervek szerint a normafa téli használatára az eddigieknél sokkal több lehetőség lesz belátható időn belül. Az Anna réten a korábban is szánkópályaként működő részt korszerűsítik, illetve hóágyúval is ellátják a tervek szerint, és ismét lesz sípálya is, a természeti értékek maximális védelme mellett. Kis norma, illetve egy keskeny sáv a nagy normából kerülne megújításra, a régi felvonó nyomvonalában egy csákányos felvonót szeretnénk telepíteni, és az egész területet hópótlással ellátni, tehát a legkorszerűbb, legcsendesebb berendezésekkel, hiszen nagyon gyakran van, hogy leesik 2-3 centi hó, tömegek kijönnek, majd gyakorlatilag a füvön, növényeken síelnek az emberek. Ezzel mi meg tudjuk azt tenni, hogy azt a hiányzó 20-30-40 centi hóréteget, ha egy megfelelően hideg éjszaka van, például most, amit mond a meteorológia, jövő héten -5-7 fokok, 2 nap alatt ezt a pályát be tudnánk hóval borítani, biztonságos lenne a síelésre. A tanulásra, illetve munkaidő utáni esti sportolásra tökéletesen megfelelő sípálya mellett a sífutók is kapnak pályákat. Ez a Vasas síház alatti egyes térképeken szaniszlórétként ilyen két részletből álló. Ez is egy olyan rész, ahol teljesen degradált gyepfelület, tehát biológiailag egyáltalán nem értékes. Mindenki egyetért ebben is, hogy itt ezt meg lehet csinálni. Itt is egy hópótolt, hóágyúzott sífutópályát szeretnénk. Elméletileg ezek a vonatok a réten minél több, minél hosszabb pályát ki akarunk jelölni, és ez ugyanúgy, tehát hó lesz rajta, kezelni fogjuk természetesen, és este ki fogjuk világítani. A szakosztály megbeszélésen többek között a közlekedés átalakításának tervei is szóba kerültek. Ezek szerint például a normafa síház előtti 3-as kereszteződést megszüntetnék, pontosabban lezárnák az autóforgalom elől, a síházzal szembeni autóparkoló területét megnövelnék, és nagyobb területen alakítanának ki sétáló utakat is.
25 évvel ezelőtt kezdődtek a hegyvidéki zölderdő óvodában az intenzív logopédiai foglalkozások. Akkor még Magyarországon előzmény nélküli volt az e fajta pedagógiai vállalkozás. Több mint 700 hajdani óvodás életét és karrierjét mentették meg a logopédusok és óvodapedagógusok. A szakemberek egy különleges szakmai délutánnal ünnepeltek. Korábban a logopédia tudományát úgy tartottuk számon, mint amely a beszéd, illetve nyelvi nehézségek orvoslásában nyújt segítséget, ám mára már jócskán kitágult a kör. A logopédusok az iskolai előkészítésben épp úgy részt vesznek, mint az írási, olvasási, számolási nehézségek kiszűrésében és terápiájának gyakorlásában. Különösen igaz ez azokra a gyerekekre, akik a hegyvidéki zölderdő óvoda intenzív logopédiai csoportjában kaptak felkészítést az iskolás és felnőtt életre. Ezek a gyerekek épértelműek, sőt, nagyon okos gyerekek, csak bizonyos részképességek hiányoznak. Például figyelemzavarosok, például különböző beszédproblémákkal küzdenek, bizonyos beszédfogyatékossággal küzdenek, és ezt kell tulajdonképpen felszámolnunk, megtámogatni őket, ebben segítséget nyújtani. Az intenzív terápia nem csak a foglalkozások mennyiségére értendő, hanem azok komplexitására is. A fejlesztés az nem redukálódik csak a beszédhibáknak a korrigálására, hanem a nyelvi szintek összességét felöleli, emellett az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodási funkciók fejlesztése is megtörténik. A hatékony munka másik záloga a személyre szabott pedagógiai programok kidolgozása és az ehhez alapot adó kis csoportlétszám. Eleve 12-en vannak egy csoportban, ami jelentős különbség. Teljes állású logopédus dolgozik a 12 gyerek mellett, tehát minden áldott nap van nekik személyre szabott logopédiai fejlesztésük. Kis csoportban, középső csoportban mindennapos logopédiai foglalkozás van, tehát hetente 5-ször kapnak speciális fejlesztést a gyermekek. Ez nagy csoportos életkorban kiegészül az iskolára való felkészítéssel, a diszlexia prevencióval, diszkalkulia prevencióval, és így hetente akár 7-szer, 8-szor is megfordulnak a logopédiai szobában. A zölderdő óvoda speciális logopédiai szakmai napjára meghívott szakértők, szakszolgálati képviselők is sokat tudnak segíteni a szülőknek, hogy minél előbb kiszűrhessék a speciális terápiára szoruló gyerekeket. Ám Lukács Rita konkrét ismerőeket is említett, amelyek megléte azonnali szűrést kíván. Ilyen részképesség problémákra mindenképp felhívó jel, hogyha ügyetlen a gyermeknek a mozgása, nem szeret rajzolni, hárítja a papírceruza típusú feladatokat, vagy esetleg, hogyha elkezdi a számokat, betűket már írogatni óvodáskorban, nagyon sokszor tükör formában másolja azokat. Ezek mind felhívó jegyek lehetnek. A zölderdő óvoda intenzív logopédiai csoportjának 25 éves születésnapjára egy három részből álló szakmai programot állítottak össze az érintettek. Korábban egy multidéző kiállítás volt az óvodában, a logopédusok és speciális fejlesztő pedagógusok részvételével szervezett szakmai napot pedig egy olyan találkozó követi tavasszal, ahol a korábban intenzív logopédiai módszerekkel fejlesztett gyerekek is részt vesznek, és így nyomon követhető a segítség mértéke is. Már 50 civil szervezet csatlakozott a családszervezetek első adventi jótékonysági vásárához. Szombaton a Várkert bazárban kézműves termékeket lehet majd megvásárolni. A rendezvény bevételéből a daganatos gyerekek gyógyulását segítő Őrzők Alapítványt támogatják. A családszervezetek első adventi jótékonysági vásárának ad otthont november 26-án a Várkert bazár. A Fiatal Családosok Klubjának kezdeményezésére a legnagyobb hazai családokat segítő civil szervezetek fognak össze, hogy az Őrzők Alapítványon keresztül támogassák a Tűzoltó utcai gyermekklinika leukémiás és rákos betegeinek gyógyulását, valamint a vásár kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a civil szféra erejére, illetve az adventi időszak jelentőségére. A kezdeményezéshez eddig több mint 50 civil szervezet csatlakozott. Felhívásunkban az szerepelt, hogy kizárólag kézzel készített termékeket készítsenek a civil szervezetek, ez ugye ennek egy nagyon komoly közösségépítő funkciója is van, hiszen ezek a szervezetek, cégek vagy akár államtitkárságok hetek óta lázasan készülnek olyan termékekkel, amikben a szívük, lelkük benne van, és hát azt gondolom, hogy ilyenkor karácsony előtt az adventi időszakban nincs is szebb és jobb dolog, mint eljönni egy szombat délelőtt, kézműves termékek között válogatni, amik majd méltó helyet fognak kapni a karácsonyfa alatt december 24-én.
A több tucat kézzel készített karácsonyi portéka mellett egy minden korosztálynak szóló hétvégi családi program is várja a látogatókat, ahol többek között színvonalas koncerteket is hallhatnak. A szervezők az árusításból befolyt összeg 100%-át jótékony célra fordítják, mondta Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának alapítója. Olyan a bevételből, ami reményeink szerint minél nagyobb összeg lesz, ebből a bevételből egy kis családi apartmant szeretnénk majd felújítani, ami azt a célt szolgálja, hogy a műtétre váró gyerekek vagy kezelés alatt álló gyerekek ne legyenek elszakítva a családjuktól, az édesanyjuktól, hanem ezekbe a kis családi apartmanokba együtt tudjanak gyógyulni, hiszen meggyőződésünk, hogy a család egysége, a család édesanyja, édesapa közelsége az nagyon nagyban hozzájárul ezeknek a szegény beteg gyerekeknek a gyógyulásához. A civil szervezetek összefogásának fontosságát hangsúlyozta Nyitrai Zsolt, stratégiai és társadalmi kapcsolatokért felelős miniszteri megbízott. Örülünk annak, hogyha a civil szervezetek összefognak és ilyen módon segítséget nyújtanak a rászorulóknak. Pont ezért ebben a helyzetben Magyarország kormánya azt tudja tenni, hogy egész évben partnerként tekint a civil szervezetekre, és segítséget nyújt azon civil szervezetek működéséhez és munkájához, amelyek építő jellegű tevékenységet végeznek. A szombat reggel 9 órától kezdődő és egészen délutánig tartó vásárra mindazokat várják, akik szeretnének meghitt környezetben ráhangolódni az ünnepi időszakra és jótékony segítségnyújtással támogatni az Őrzők Alapítvány munkáját. Drágulnak az üzemanyagok, a benzin és a gázolaj ára is egyaránt 5-5 forinttal emelkedik péntektől, az emeléssel a gázolaj átlagára 358-359 forintra, a benziné 342-343 forintra nő. Az autósok 15-25 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Családi konfliktusok vagy örökösödési ügyek, többek között ezekben a problémahelyzetekben is segíteni tudnak a mediátorok. Az Egészségesen a Hegyvidéken lélektükör programjának legutóbbi előadásán a mediáció szerepéről volt szó. A konfliktusok, viták nem minden esetben rendezhetők maradéktalanul a bíróságok vagy más hatóságok bevonásával, ezért egyre nagyobb szükség van a mediátorokra. Ők olyan szakemberek, akik közvetítő szerepet töltenek be a felek között. A konfliktusok rendezésével nagy mértékben csökkenthető a stressz, ami a betegségek elkerülése szempontjából különösen fontos, hangsúlyozta Gömbös József mediátor az Egészségesen a Hegyvidéken lélektükör programjának legutóbbi előadásán. Most nagyon sok a családi ügy, ezek közül a fiatal felnőttek, tínédzserek és szülők közötti kapcsolat, örökségek elosztása, mint probléma megjelent az utóbbi időben, de nagyon sok gazdasági problémát is oldunk meg, amikor konfliktusban álló gazdálkodó szervezetek, akik addig békességben együtt dolgoztak, de valamilyen ok miatt nem tudnak már tovább megegyezésre jutni, akkor fordulnak hozzánk. Gömbös József azt mondta, a mediátorok nem adnak megoldásokat vagy válaszokat, de azok megtalálását támogatni tudják. A 12. kerületi önkormányzat és a Rákbetegek Országos Szervezete tavasszal indította el a lélektükör programját. A prevenciós előadásokkal a mindennapi harcok megvívásához nyújtanak segítséget. Először rendezik meg a Hegyvidék Kempó kupát. December 10-én a Városmajor utcában kerül sor a mérkőzésekre, 2 technikai kategóriában és 4 küzdelmi szabályrendszerben indulhatnak a harcművészek. A versenyt hagyományteremtő céllal hozzák létre. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!